Az elmúlt napokban háromszor annyian kerültek kórházba vagy a sebészeti gipszelőbe, mint decemberben, azért, mert a jeges, csúszós utcákon elestek, összetörték magukat. Leggyakrabban a csukló, a boka és a csípőcsontok sérülnek, és a lábadozási időszak több hónapig is tarthat. Csehi András kollégánk Zuglóban, a Fogarasi úton van egy olyan lakóparknál, ahol még mindig mondjuk úgy, hogy korcsolyapálya van az aszfalt helyett. Szia Andris, nem akarom elviccelni, de remélem, hogy te azért nem estél el. Tiétek a szó. Ne. Nem estem el, de majdnem elestem egyébként, mert hogyha megnézik a nézők, jó reggelt kívánok, akkor itt a járdán mindig nagyon tökéletes korcsolyapálya van, tehát hogyha gyakorlatilag így elcsúszom errefelé, akkor így lehet eljutni a busz megálló felé. Jó reggelt kívánok, köszöntöm a Szécsi Attila urat, aki a Társasházak Egyesületének az elnöke. Jól mondom? Igen. Szécsi Attila vagyok, a budapesti Társasházi Közös Képviselők Egyesületének az elnöke. Aki viszont mindent tud arról, hogy hol és mikor kell takarítani a közös képviselőknek, illetve a lakóknak. Nem a közös képviselőknek kell takarítani, hanem a ház és ingatlan tulajdonosoknak, illetve a használóknak, ebben az esetben a boltokat használóknak, és gondoskodni kell a takarításról, meg a sikosságmentesítésről. Nézzünk egy egyszerű esetet, hadd mutassam meg, például itt megérkezett a busz, leszállnak az utasok, most éppen felszálltak, elindulnak, és ezen az úton kell megközelíteni a saját társasházukat, itt korcsolyával, vagy pedig gumitalpú cipővel. Itt már jó az út, de hogyha tovább nézünk arra felé, a távol van, látjuk, hogy a második, harmadik saroktól már tükörjég van. Na, ilyenkor mi a helyzet, mit kell csinálnia a társaság képviselőnek? Bejelentenie, hókotrokat hívnia, mit kell csinálni? A közös képviselő csak a saját ingatlan a környezetét fogja megcsinálni. Úszótelek esetén a házon körbe menő járdát, meg a megközelítést. Ilyen központi útvonalak járdáját nem kell neki tisztítani és sikosságmentesíteni, mert akkor ezzel az erővel mindent a társasházak csinálnának. Itt a megállóban a BKV feladata, egyéb helyeken pedig az úttulajdonosának a feladata. Most nem tudom megmondani, hogy a Fogarasi útnak ez a szakasza, ez most a fővárosi vagy a kerületi önkormányzaté. Jó, mindaddig nem érdekes a dolog, amikor valaki el nem esik és betöri a fejét, vagy nem töri el a csuklóját, bokáját. Ez, hogyha ez a társaság körül történik, akkor ilyenkor felelősségre kell vonni kit? Ilyenkor a tulajdonosok felelnek, ők nem szokták megtartani ezt a büntetést, az általában a közös képviselőre átadják, de én azért szeretném azt kérni a nézőktől, hogy vigyázzanak a saját épségükre, és most az elkövetkező napokban olmos esőt jeleznek. Ha valaki nem tökéletesen mozog, akkor lehetőleg maradjon otthon. Kicsit azért olyan ez, mint a kinevet a végén társasjáték, hogy merre menjenek a gyalogosok, hogy hazajussanak. Milyen büntetésre számíthat egyébként egy ilyen tulajdonos, aki nem takarítja le a járdáját? Hát ez szabálysértésnek minősül, és a tulajdonosok azok 50 ezer forinttól kezdődő pénzbírságot kapnak. Értem, de 50 ezertől csillagos ég? Hát valószínű, hogy az első esetben a minimumot, aztán ha ez gyakorított, akkor ennél sokkal magasabbat is ki lehet róni. Mit tanácsolunk akkor a tulajdonosoknak? A tulajdonosok azok tervezzék a költségvetésbe a takarítást, meg a szóróanyagot, és végezzék el, mert legveszélyeztetebbek ők maguk a házuk környékén, mert ők vannak a legtöbbet ott. Köszönjük szépen! Azt szeretném kérni a háztulajdonosoktól, illetve a lakóktól is, hogy fogjanak össze, és mint múltkor mondtam, ragadjanak lapátot, vagy csákányt, vagy valami jégtörőt, és próbálják meg feltörni, tehát felszórni valami csúszásmentesítővel a járdájukat. Stúdió!